Fogarasi Gábor képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közülés. Rengeteg bölcs, nemes gondolat elhangzott most ennél a napi rendi pontnál, de akkor kanyarodjunk vissza konkrétan a Lánc utcához, amiből ugye szó van az előterjesztésben. A pécsi lakásgazdálkodás az messze földön hírhet, ezt már százszor elmondtuk, és szerintem ennek az egyik ékszerve a Lánc utca. Tehát valami mesés, ami ott vagy, és ott a konkrét probléma a következő. Ott egy bűnöző család van, akik drogot árulnak, fenyegetik a többi családot, az üresen áll lakásokat feltörik, hajléktalanoknak és másoknak pénzért kiadják ezt a lakást. Ez ott a probléma magja a Lánc utcában. Tehát konkrétan ott erről van szó. Az, hogy portaszolgálat lesz, tehát én nem értem, hogy miért portaszolgálatot akarunk, meg szolgáltató irodát, ezek önkényes lakásfoglalók, ezeket onnan ki lehet szedni, és megfelelő személyeknek ki lehet utalni a lakást. Ez a megoldás. Portaszolgálat már volt a Lánc utcában. Tudják? Tudnak róla, hogy volt már? Mert volt ott. Tudják annak, mi lett az eredménye? Semmi. Oda küldtek egy 40 kilós öregembert, ott ült len, és utána azt az embert is fenyegette ugyanez a család. Tehát én úgy érzem, hogy vannak itt jó néhányan a képviselőtársaim között, nem megsértve őket, akik nem tudják, hogy pontosan mi a probléma a Lánc utcában. A Lánc utcában ez a konkrét probléma, és a megoldás az szerintem nagyon egyszerű, nem szolgáltató iroda, meg portaház kell, vagy nem tudom, hanem ugye ezeket a rendőrséggel együtt, ezeket az illegális lakásfoglalókat kivinni, és a megfelelő személyeknek kiutalni a lakást, akik ugye a közösségi együttérés szabályait be tudják tartani. És a Lánc utcában akkor megoldódna ez a probléma. És a másik dolog, amit fél mondatban érint az erőterjesztés, hogy a Lánc utca környékén ugye milyen bűncselekmények szaporodtak el. Most már napi szinten keresnek meg bennünket azzal, hogy olyan fiatalok, akik a Lánc utca környékén elhaladnak, ugye elveszik a pénzüket, telefonjukat, stb. Ugye mit ismeri, vagy hát nem tudom, hogy önök ismerik-e, de hogy ilyen történetek vannak. Majd utána a rendőrségtől mindig meghallgatjuk, hogy mindig mindenki tegyen feljelentést minden ilyen bűncselekmény után. Akkor utána a szülő elmegy a gyerekével, vagy a rendőrségre, ahol két perc múlva arról beszélnek neki a rendőrök, hogy hát lehet, hogy a gyerek hazudik, mert csak nem akarja a pénzt visszaadni, meg nem tudom. Tehát nevetséges, komolyan mondom. És elmondom még egyszer, hogy ezt a problémát kb. 10 perc alatt meg lehet oldani. És itt a kettőnk közötti különbség a gondolkodásban az így jön ki. Hogy önök portaszolgálatban, meg szolgáltató irodában gondolkodnak. És nem értem, hogy miért. Ennyit szerettem volna elmondani, és én ezt már tényleg 100 000-10 000-szor mondtam, hogy fogalmazott, tényleg sokat szor mondtam el. Köszönöm. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tehát még egyszer a leglényegesebb mondat, mert akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam. A Lánc utcában egyetlen egy bűnöző család van, aki rettegésben tartja az ott élőket, és ő adja ki, még szintén feltöri, és az üresen áll a lakásra, és ők nehezítik meg, és az ő általuk oda költöztetett személyek nehezítik meg az ott élő családok problémáját. Tehát itt nem a perpetuum mobilét kell feltalálni véleményem szerint, hanem azt az egy családot, aki a rendőrség által is jól ismert, drogot áruló, büntetett előéleti család, őket kell onnan eltakarítani. Ez az elsődleges és legfontosabb feladat. Köszönöm.